Hát nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Dr. Tihanyi Tamás vagyok, az ezoterikus tudományok doktora és mestere, természetgyógyász vagyok, spiritista vagyok, metafizikai pszichoterapeuta, és ezoterikus tanár, meg masszázs tanár is. És etcetera, különböző dolgok. Ugye, amiről általánosan beszélni fogok a műsor folyamán, mindig általánosságban fogok beszélni. Nem fogom azt mondani, hogy ezt én csinálom, ezt a rendelőben van ilyen, vagy nincsen. Mindig általánosságban, mert különben reklámnak számít, és nem szeretném, hogyha a probléma lenne ez. Ha mindig általánosságban kell beszéljek, ha valaki azt fogja mondani, hogy szeretne jönni például hozzánk kezelésre, arra azt fogom mondani, hogy önnek kell eldönteni, mit csinál. Azért, mert nem mondhatom. Hát a mai nap folyamán egyszer csak megszólal a titkos számon lévő rádiótelefonom. Hát kiszól bele, vele szólnak ugye, hogy jöjjön el egy ingyenes napra, amit nem először fordult már az elő, amiről most beszélek, negyedszer, ötöt titkos számom, ingyenes állapotfelmérésre. Nem tudom, milyen nevű professzornak a nevét említette a Honvéd Kórházba, aki persze nincsen ott az állapotfelmérésnél egyáltalán, hogy ő is szereti ezt, vagy mit tudom én, ha egyáltalán van olyan nevű professzor, vagy tud róla, hogy a nevét adták hozzá, az abból áll, hogy az összes személyigazolvánnyal kell menni, az összes adatját leírják, még azt is, hogy hány kilóval született, minden, nyilván felhasználják valahol az adatokat, és azt mondják, hogy hőkamerás állapotfelmérést csinálnak. Bizonyára láttak már hőkamerás állapotfelmérést az én műsoromban is, és azt egyébként csak ruha nélkül lehet csinálni, nem gatya nélkül, ruha nélkül, úgy értettem, hogy gatyába, de több ruha nem lehet rajta az ember, akkor lehet tökéletes hőkamera felvételt csinálni. És ők azt mondják, hogy ruhába csinálják a hőkamerás felvételt, és csak persze egy kicsi részen a testbe, egy nagyon kicsi részem, és semmilyen színelváltozások nincsenek rajta, mint ahogy majd látni fogják, később beszélek erről, semmilyen, és közlik az illetővel, hogy életveszélyesen beteg, nagyon megijesztik, és ha nem vesz ebből a gépből, ami itt van, meg fog halni. Nem hülyeskedek, nem egy embertől hallottam, ami most marha nagy szerencséje van, mert nyert, és 7 vagy 800 ezer forint helyett most 4 vagy 300 ezer forintba kerül, egy tök alacsony szintű valamiről beszélünk, és ráadásul, hogyha valakinek az idegrendszere túlműködik, és arra ilyen gépi úgynevezett állapotjavítást teszünk, még jobban túl fog működni az idegrendszer, akár később agyvérzést is lehet kapni, vagy egyéb ilyen jellegű dolgokat. És a lakosságnak az 50%-ának túlműködik az idegrendszere. Én egyet tudok mondani önöknek, egyet. Ne dőljenek be, itt is kérdeztem, hogy honnan tudja a telefonomat. Kidobta a gép, milyen gép dobta ki, a pénztárgép, vagy milyen gép dobta ki. Az ember esze megáll ki. Nem tudnak becsületesek se lenni, hogy valahol megvették biztos a telefonszámokat. Elég baj, hogy a telefontársaságoktól lehet szerintem ezt csak megvenni, hogy titkos számokat is eladnak. Ugye az enyém az ugye 30-as volt az a telefon, amiről beszéltem. Na hát mindegy, hogy teljesen fel vagyok háborodva, hogy teljesen leveszik az embereket, link alapon teljesen leveszik. Én azt mondom önöknek, tegyék le a telefont, ne is hallgassák meg, ne idegesítsék magukat rajta, tegyék le, ne is, mert egy szélhámosság, komolyan mondom. Ma, és nagyon el voltam keseredve, sokat mondjuk emiatt nem azért annyira, mert nem hülye ember vagyok. Van egy, nem beszéltem, volt nálam egy fiatal ember, ma meg már múltkor is, nem tudja, hogy beszélek róla, de nem névvel beszélek. Szegény, nagyon rossz, nehéz körülmények között él. A anyukája az vidéken lakik, egy kunyhóba szinte, le van százalékolva, és egy vak gyerekkel, és a srác 25-26 éves itt van fönt, dolgozik egy gyárba, 65 ezer forintért, és mellette albéletben van. Hát kérem szépen,
Hát egyszerűen megáll az ember, ezt tudja, tudják mennyi pénz marad rá magára? 30 ezer forint. Először szegény első alkalommal jött hozzám, akkor fizetett a kezelésért. Úgy nyilván utána már többet már nem engedtem, hogy fizessen, és azt mondta, hogy valamikor a bátyja fölvett ugye autóra hitelt, és ugye aláírt kezesnek, meg megfenyegette a bátyja, mert ilyen bűnöző ember volt, és képzeljék el, megtalálta a bank, ebből a pénzéből akarnak levonni. Hát kérem szépen, hát nem is tudom, nem tudom, mit mondjak. Hát abban a bankban milyen emberek vannak, azok nem emberek, majdnem kimondtam mik, nem emberek. Borzalom. Szóval egyszer olyan szomorú vagyok ilyenkor, hogy az embereket, nem is tudom, ha én lennék ilyen helyzetben, hogy kibírnám-e. Komolyan mondom. Mert lehet, hogy ennivalóra se lesz pénze az illetőnek. Nem számít. Hadd pusztuljon a magyar, igaz? Borzasztó világot élünk. Ne haragudjanak most, hogy erről így beszéltem, de annyira megviselnek ezek a dolgok. Ugye én elmondhatom azt, hogy nagyon érzékeny lelki világom van. Ez nyilván egybefüggő az, hogy ezoterikus ember vagyok, és oda sokkal nagyobb, sokkal érzékenyebb azok főleg én, az az ember, mert akkor van megfelelő intuíciója az illetőnek. Ahhoz, hogy felmérjek valakibe bajokat, meg lássak, ahhoz kell egy intuíció. És hogy megfelelő intuíció legyen az embernek, higgyék el, a életnek a gyakorlatán múlik ez, meg amit csinálni. Több mint 35 ezer kezelést csináltam életemben, és borzasztóan érzékeny vagyok. Különböző filmeken férfi létemre elsírom magamat. Ott a könny, aztán utána 10 perc óra semmi bajom nincsen, elsírom magam, és nagyon érzékenyen érintenek ilyen dolgok, amikről önöknek beszéltem. Van egy másik dolog egyébként, hogy akik tanulnak ezotériát, azok gyakran pillanatok alatt nagyképűek lesznek. Nem mindenki, de sokan közülük, és rögtön úgy viselkednek, mint a Stradivarius okot ők hozták volna létre. Kérem szépen, higgyék, kell hozzá tapasztalat ehhez a dologhoz. Higgyék, az előbb beszéltem az intuícióról, azt pillanatok alatt nem lehet megszerezni. Nagyon-nagyon sok gyakorlás kell hozzá, és az egyik fontos része ennek, amit csinálunk. Ugye, amiket én csinálok, azok mind saját dolgok, és állandóan változik. Persze annyira egyszerűen van felépítve az egész, és annyira világos, amit én csinálok. Én nem másolom a kínai, meg az indiai dolgokat, mert nem fogják elhinni. Hát valamit segít, de nem úgy, ahogy kell. A testbe az okot nem szünteti meg egyik se. Nem akarom mondani, hogy melyik. Egyik módszer se szünteti meg az okot a testbe. És ha okot nem szüntetünk meg, akkor nem beszéltünk igazi kezelésről. Ugye sokan, akik benne vannak a szakmában régebben, nyilván nem akarják az én dolgaimat úgy annyira vinni, pedig nagyon egyszerű okot szüntet meg. Ez olyan, mint amikor a Semmelweis kitalálta, hogy kell megmosni a kezet, ugye, hogy az anyák ezrével ne haljanak meg. Ezt nem fogadták el az orvosok, és ugyanúgy ezrével meghaltak a kismamák, az anyukák, ugye, a gyermekágyi lázba. Ez is valami hasonló, mert új dolog, és nagyon jó dolog, amit én csinálok, tényleg különleges, és egyszerűen felépítve észrevettem azt, hogy az idegrendszeren múlik minden a testbe. Ha az idegrendszer alulműködik, akkor alulműködést csinál a testbe. Ha az idegrendszer túlműködik, akkor meg túlműködést csinál a testbe, mármint szervileg, meg egyéb vonalon. És mindegyik nagyon rossz, különösképpen a túlműködés. És sajnos a magyar lakosságnak az 50%-a legalább túlműködik. A túlműködésnél feszült, ideges az ember, nem minden esetben sokszor nem tud aludni, szívritmus problémától kezdve a gyomor problémáig, a pajzsmirigy probléma, izzadhat az illető, a legkülönbözőbb problémákat, és hosszú távon akár agyvérzést is okozhat.
és van az alulműködés, idegrendszer alulműködik, az állandó fáradtságot, minden szerv alulműködik, soha nem tudja magát képélni. Ezen az elven működik a dolog, ezeket én ismertem fel, és ezeken bizony lehet változtatni, amikor csinálok. Most fogok beszélni általánosságból gépekről. Miért érdemes azért gépekkel is dolgokat csinálni? Mert ezek a gépek, amiről általánosságban beszélek, a testbe kimutatnak különböző problémákat, úgy, hogy aki elmegy oda, látja a saját szemével, hogy milyen állapotban van, nem kell neki millió latin dolgokat ugye olvasni, nem látja. Jobb helyen persze orvosi kiértékeléssel vannak ezek a dolgok, ezek a gépi dolgok. Magyarországon a lakosságnak több mint 50%-a érrendszeri problémákba hal meg, ezért például érdemes ilyenkor háromdimenziós szívfelvételt csináltatni, teljes érrendszeri vizsgálatot csináltatni, és hőkamerát. De másfajta szerkezetek is vannak, a dinamika, például a pszichoszomatikus állapotot, meg a testi állapotot, energiállapotot mutatja ki, és van a baktérium-vírus gomba felismerő gép, amit majd látni fognak hamarosan. Kérem az első képet bejátszani. Ugye először beszéltem a hőkameráról. Ha valaki ezekre a helyekre, amit említettem, az műsor elején elmegy, nem ilyen színes képet fog kapni, hanem a hasát látja csak, ahol egy sárga, egybefüggő sárga szín van. Nem az egész testet, a hasát, és amit ruhába csinálnak. Látják, milyen szép színes. A kék, minél sötétebb kék és lilába átmegy, annál hidegebb az a rész, azt jelenti, hogy érszökület van, és a piros pedig a gyulladást jelenti. A baloldali felső képen ugye látjuk, milyen kék a emberkének a feje. Ez azt jelenti, hogy a nyakánál levő ütőerek nem tökéletesen vannak nyitva, azért egy kicsit el vannak záródva, és kevés oxigént kap az agya, kevés vért kap. Az alatt levő gépen ugye a hátát látjuk, a kézfejét látjuk, hogy ott is érszökület van, a pupsinál is, és a gerincnél meg a nyaka irányába kőkemény gyulladások vannak az illetőnek. Jobb oldalt megint tele van pirossal, a nyaka környékén vállánál is, és keresztbe a nem a gyomránál, hanem a gyomornál is probléma van, meg a beleknél is, a vastagbélnél fölül keresztbe be van gyulladva, és itt is látjuk a kézfejet, hogy kék meg lila a vége, és az alatta levő képen is ott a térdet is lát, még a lábfejet is, hogy kőkemény érszökület van. Nézhetjük a következő felvételt, itt van egy szív, háromdimenziós szívfelvétel. Itt látjuk, hogy a szívnek a görbé is össze-vissza vannak. Katasztrofális az a szívállapot, amit itt látunk. Ezért mondtam, hogy a paciens látja az ilyen helyen, ahova megy, hogy milyen állapotban van, és ez annak a szív, amit látunk jobb oldalt, csak ilyen zöldes-kéknek kéne lenni egy színbe, és tele van pirossal, meg egyéb elszíneződésekkel. Ebből látjuk, hogy a szíve katasztrofális állapotban van az illetőnek, és oxigén hiányos a szíve. Menjünk tovább, tartozik még egy felvételehez. Itt, ahol piros színek vannak, ott fehér színnek kéne lenni csak, illetve a lapnak a színének, és látjuk, hogy a 39 fok fölötti szívhőmérséklete van a 36 valány helyett. Menjünk tovább, most a jó állapotot fogjuk látni. Itt a jó, amikor kezeléseken átesett az illető, látjuk, hogy a szívgörbe is teljesen egyenes vonal alapján van. A szíve jó állapotba került az illetőnek, a piros meg egyéb színek eltűntek. Ezért mondtam, hogy látja a saját szemével, hogy mennyit változott az állapota, és ehhez tartozik még egy kép, azt kérném szépen, és itt látjuk, hogy itt is a piros színek eltűntek, és 36 valamennyi lett a szívének a hőmérséklete. Miután meg lett kezelve, az a jó benne, hogy előtte, utána meglátja saját szemével. Most a következőt kérem, az az érrendszeri vizsgálat. Ez a teljes testbe levő érrendszernek az állapotát mutatja meg, és ahol be vannak karikázva a dolgok, ott mindenhol rossz az eredmény. Sőt, ez azt is kimutatja, hogy a koszorú erek milyen állapotban vannak.
Tudjuk, hogy az infarktus abból kifolyólag keletkezik, hogy a koszorú erek eldugulnak. Még ehhez tartozik egy másik kép. Itt ugye azt látjuk, hogy az illető hány éves és az érrendszer hány éves kornak megfelelő állapotban van. Pirosban van, látjuk teljesen, nagyon rossz állapotban van az érrendszer az illetőnek. Ezért mondom, ez laikus és szabad szemmel látja, nem latinul vannak leírva össze-vissza a dolgok. Kérem a következő felvételt. Itt a dinamika van, amit már ugye említettem. Itt látjuk fönt, hogy piros lámpa világít az illetőnek, és ilyen, vannak ilyen kis üvegszerűk, és ott látjuk, hogy alul vannak csak kicsi színek. Ugye mondtam, hogy ez a pszichoszomatikus problémára vizsgálja, és az energetikai állapotot. Itt az illetőnek 10% körül állapota van. Katasztrofális. Menjünk tovább. Itt látjuk, hogy 60 éves az illető, és 68 éves kornak megfelelő az állapota az illetőnek. Menjünk tovább. Itt egy jót látunk, ugye, itt már a zöld lámpa van, és látjuk, hogy az üvegeskék hogy megteltek. Jóval 90% fölött van az állapota az illetőnek. Menjünk tovább, és itt is látjuk, hogy az illető 32 éves, és 22 évesnek megfelelő állapotban van a teste. Megyünk még tovább, van még egy képünk, ugye ez a góckutató készülék, ez nem olyan szép a felvétel, de testben millió dolgot kimutat, és mindenféle baktériumvírus gombákat is, ami benne van. Persze jobb helyen ezeket különböző gépekkel, a kandidától kezdve a helikobaktert, ezeket mind ki lehet írtani. Itt kiderülnek a dolgok, hogy milyen állapotban, és ki lehet írtani a testből. Nagyon jó, azt hiszem már több nincsen. Itt vagyok, most már ki lehet rakni a telefonszámot, lehet hívni, és ráadásul a legjobb helyeken ilyenkor ezeket az állapotokat ugye gépekkel is tudnak rajta segíteni, meg ugye ezoterikus spiritista módszerekkel is. Ugye én spiritista vagyok, az nagyon sok mindent meg lehet oldani a testbe. Tessék parancsolni, jó estét kívánok! Halló, jó estét kívánok! Csókolom, parancsoljon! Én egy általános egészségügyi felmérést szeretnék kérni. Engem Tihanyi Tamásnak hívnak, kivel beszél? Berényiné, Zsuzsa vagyok. Berényiné. Budapesten lakik, vagy vidék? Igen. Budapesten. Budapesten, 15. kerületben. Nem, 19. Kispest, ugye? Igen. És mondja, kedves Zsuzsa, ugye? Igen. Mi már beszéltünk egymással, vagy találkoztunk? Beszéltünk. Mennyi ideje? Hát egy hónapja. És akkor mindig sikerül bekerülni magának, ezek szerint. Nagyon hát ügyes tetszik lenni. Milyen állapotban volt, akkor mit mértem magám? Nem nekem. Tessék? Nem nekem kérdeztem, hanem hát sajnos az anyósomért kérdeztem öntől. Ja, az anyósáit, a kedves anyósát. És saját magával nem is törődött, ilyen önzetlen. Hát akkor magamat nem kérdeztem, mert a gyermekem mondta, hogy kérdezzem meg a... És mit mondtam az anyósára? Hát azt mondta, hogy igen, gyenge a szíve, és hát sajnos azóta már ő nincsen a köztünk. Ne hülyeskedjen. Azóta elment szegény? Igen. Hány éves volt? 85. Hogy szegény, sajnálom. Mondjuk a 85 év az nem olyan rossz kor, de miért ne élhetnénk tovább, igaz? Aki itt marad, annak mindig nagyon rossz. Gondolom, hát főleg a férjének. Na, akkor megnézem, hogy ön most milyen állapotban van. Van-e szellem magán, amit van bizony, hány darab van. Egy átok is van. A lakása, ott lakott magukkal a anyósa? Nem, nem. Na, gondolom a lakására, hölgyem, vagy van-e ott is? Ott is vannak dolgok, igen. Szokott fáradt lenni, vagy nem? Igen, nagyon fáradékony vagyok. Központ idegrendszere, éreztem, 10-20%-os szinten van. Ez azt jelenti, hogy az egész teste a békának a rottyantója alatt van. Olyan, mert nem kap a test energiát. Az idegrendszer összeszűkíti a testbe levő energiafelvevőket, és bizony ezáltal a test 20%-nyi energiát kap a 100% helyett, nem vizsgálgatom, jó? A szívecskéje 10-20
30-40. Azért még mehet tartós tejér, ne izguljon. Gyomor 10-20-30. Mája pöttyöse megnézem. 10-20. Epéje van? Van. 10. Szokott folyódni, felfolyódni? Igen, egy kicsit. Kicsit. Mert nem kizárt, hogy van-e homok ott. Mármint ízire gondoltam, hogy epehomok, nem, igen, igen. Nem kvarchomokra gondoltam. Na, akkor nézem a vékonybél vékonye. A vékonybél 10-20, a vastag 10-20. Azért vastag könyvet már ne vegyen azért. Jó. A hólyagja 10, ajjaj, a vese 10. Gondoltam, hogy a húgyúti rendszer nagyon lent van, és az a baj tudja ilyenkor, hogy a vese olyan, mint egy akkumulátorunk, tudja, és ha ez ilyen alacsony szinten, akkor nem tudja a testünket táplálni energiával, hát nem csak az a feladat, a vértisztítás is, meg nyilván a vizelet kiválasztás. Ez attól is lehet, hogy kevés folyadékot iszol? Hát az se segít, de nem csak az oka. Többségben nem az oka. Mennyit iszik egy nap? Hát kevesebb, mint fél litert. Ez komolyan mondja? Igen. Hát ez nagyon nagy butaság ilyen keveset inni. Nem is kívánom. Az nem számít. Az nem számít. Tessék, meginni 2 liter vizet, ha nem, akkor sarokba állítom. És tudja, kukoricára kell térdelni. Emlékszik, gyerekkorában nem volt ilyen? Nem, mert én jó gyerek voltam. Én is jó gyerek voltam. Én nekem se kell térdeni, nekem elvertek vasózsinorral. Én még kapni se kaptam. De jó magának. Tudja, érdekes az élet, az én anyukám az pedagógus volt, apukám meg jogász volt. És ugye értelmiségi emberek, és mégis, hát majdnem ezbetűvel mondtam, hogy hogy megvertek engem meg a bátyámat. És akkor azt mondták a szüleim, ilyen kurkák voltak rajtam, és nem voltam rossz gyerek. Azt mondták, hogy örüljek neki, mert őket korbáccsal verték. Mondtam, marhára örülök. És soha nem tudom elfelejteni. Ugyanakkor visszasírnám a szüleimet, tudja, a sírjából, de attól még ezt nem tudom elfelejteni, hát ami volt velem. És anyukámat meg tudná nézni? Hát az az igazság, hogy már nem szeretném ezt csinálni, hogy mindenkit megnézek, tudja, mert már visszhangok vannak, nem ti annyi visszhang, hogy azzal megy az idő, hogy egy emberre sokat foglalkozom, és nem tud már sorra kerülni, tudja. Úgyhogy most nem szeretném megnézni az anyukáját. Jó, sajnálom, kedves hölgyem. Megpróbálom úgy csinálni a műsort, hogy minél többen bekerüljenek. Ha haragszik rám, akkor is így van. Nem haragszom. Na, hát köszönöm, majd hogy akkor legközelebb. Mármint nem én, hanem akkor anyukám. Hát rájöttem, higgyel, rájöttem, higgyel. Csókolom a kis kezét, minden jót kívánok. Minden jó. Na, itt vagyok, ragyogok, hívjanak. Nyugodtan, vagy idegesen, mindegy, de hívjanak. Egyébként hallottam, hogy szólt a telefon már akkor is, mielőtt a műsor elkezdődött. Szólt a telefon, és akkor azóta legalább egy 15 percet legalább beszéltem, ugye. Nem tudom, hogy várt az illető, vagy nem várt, de nyugodtan hívjanak. Jó estét kívánok, Tihanyi Tamás vagyok. Éva vagyok Budapestről, és az általános állapotom iránt szeretnék érdeklődni. És ha nem általánosra, nem kíváncsi, csak az általánosra? Te vicceltem csak. Mondja, kedves Éva, ismerem önt, vagy nem? Nem. Most soha nem találkoztunk. Soha. Se éteren, se jó van. Van panasza is? Nincs úgy különösen. Jó magána. Na, nézem a szellem kérdést. Hogy szellemes-e? Igen. Hány szelleme van? Egy. Átok is van egy. Gondolj a lakásra, ott is vannak különbözők. Akkor megnézem a központ idegrendszerét. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Hát van egy kisebb túlműködés, ez nem életveszélyes. Nyugodtan el lehet menni, még tartós tejér. Jó.
meg könyvet is vehet azért, vastag könyvet persze. Ez a túlműködés azért nem jó dolog, mert ugye sokszor mondom, hogy az ideális ugye 90-100% lenne, ez azt jelenti, hogy ha túlműködés van, akkor a testet túlműködteti, akár agyilag is, meg egyéb dolgon, meg a testnek se jó, tudja? Értem. Na né, aludni tud? Hát, mondhatni, hogy nem nagyon. Rosszalvó volt a világ életemben. Igen, rosszalvó volt? Igen. Rosszalvó. Milyen akar aludni? Hát, nem nagyon, nem is tudok. Nem akar milyen aludni? Tudja, hogy kell milyen aludni? Hogy? Le kell vinni az ágyat a pincébe, és akkor milyen alszik. Csak nincs is pince, mi ahol lakik? De van alattam pince. Van, akkor nem lakótelep, akkor gondoltam. De. És meg is van pincéje? Igen, igen. Na, de jó magának. És Újpalotán lakik? Nem. Lőrincem? 17. Akkor nem lakik messze Keresztúr. Tőlem. Akkor nem tetszik tőlem messze lakni. Tudja, hol lakom? Nem tudom. Otthon. Jaj. Magló City-ben lakom, kedves hölgyem. És valamikor arra megyek haza, ugye? Nem mindig, valamikor arra megyek haza. Na, akkor nézem a dolgokat, jó? A szívecskéje 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Mondtam, hogy egy kisebb túlműködés lesz. Gyomor 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Most itt nincs nagy probléma, csak szóval figyeljen oda magára, mert lehet ebből, tudja? Vékony bél 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, minden egy kicsit túlműködik, szóval kicsit rongálja a testet, de általában legelőször a szemet szokta rongálni. Igen, a szememmel van is probléma. Mert tudja, az, hogy mondjam, az a egyik legérzékenyebb pontunk, a szemünk. És azért. Hát mire kíváncsi még, kedves hölgyem? Hát, nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Köszönöm, hogy hívott. Viszont hallásra. Csókolom a kis kezét, minden jót kívánok. Ugye mondtam, hogy rengetegféle gépre rá akarják tenni az embert, és nagyon sok gép, aminek az idegrendszere túlműködik, árt, még nagyobb túlműködés hoz létre, ami van, és a lakosának legalább az 50%-ának különböző túlműködések vannak, úgyhogy figyeljenek magukra. Jó estét kívánok, Tihanyi Tamás Gábor vagyok, tessék parancsolni. Tiszteletem, doktor úr, én Álezi Ferenc vagyok, és Gyuláról. Gyuláról. Most beszélünk harmadjára. Na milyen ügyes ember maga, ez hogy csinálja? Hát ugye tudom, hogy a tévében mindig késik a hang, és hamarabb elkezdem írni a számot. Vannak onnan betegeim Gyuláról egyébként. Igen? Persze, egy házas pár van, de régebben is volt, szóval... Uh-huh. Mondtam neki, Gyulára nem menjen el fürdelni, mondtam neki. Én szerintem sem. és mi van magában? Milyen állapotban volt korábban? Alul jól vagyok, köszönöm szépen. Jól van? Nem működik alul meg felül? Nem, minden tökéletesen működik. De jó magának, irigylem, komolyan mondom. De kíváncsi vagyok, milyen kérdése van. Igazság szerint holnapi napra várok én egy kisebb összeget, éppen a megélhetés segíti. Hogy megkapom-e holnap ezt, vagy sem? Hát, kedves uram, én egészségi dolgokra vagyok ráállva, megnézhetem. Jó. De én nem erre van az én agyam ráállva, tudja, szóval az egészségi részre. Persze biztos át lehetne koordinálni az ember agyát, hogy olyannal foglalkozom, hogy párkapcsolat probléma, meg ilyen mágiázásokkal, de csinálják is sokan, nem mondom, egy hosszú hajú ember tudja ilyen különböző párkapcsolat mágiákat, és ez fekete mágia. Uh-huh. Amit az ember akarata ellen tesznek, mondjuk ez nem teljesen az, ami nem akarat ellene van, az mind fekete mágia, és rengetegen csinálnak különböző mágiákat párkapcsolatokra, ilyet nem szabad, mert a valamelyik embernek az akarata ellenére van, tudja, az a dolog. Uh-huh. Na megnézem, jó? Rendben. Az a kisebb összeg, az nyugdíjszerű, vagy mi? Hát igen. Mi rokkan nyugdíjas, vagy mi? Igen. Valószínű, hogy megkapja. Ó, az szuper lenne. Hát az jött ki nekem, de mondom, hogy erre én nem vagyok ráállva erre a dologra. Ha arra volnék ráállva, hogy
az öt találatos kimutatjam, azt szerintem nem is lehetne. Igen. Mert az nem, nincs összefüggésben az emberrel, érti, az élőlényel, uh-huh. tudja. Igen, igen. Mert ha lehetne, akkor ugye még nem próbáltam soha uh-huh. ezt a dolgot, hogy öt találatos legyen. Én lottót sem nagyon szoktam venni, nem, uh-huh. hogy azért, most azért vettem, én persze nem nyertünk, persze, nyilvánvaló. Uh-huh. Vagy megint veszünk, mert olyan nagy pénzek vannak benne. Hát, de nem baj, ha nem nyer, mert akkor nem fog jönni, és akkor nem látjuk. Na figyelj ide! Én úgy gondolom, hogy egy becsületes ember vagyok. Azt nem mondhatom, hogy teljesen. Azért nem mondhatom, mert ha az ember valami rá van kényszerítve, akkor nyilván akkor nem mond igazat. Érti, hogyha uh-huh. valami helyzet adódik. Igen, igen. De ha nekem sok pénzem lenne, akkor azt csinálnám, hogy ugyanúgy csinálnám a munkámat, mint amit most csinálok, csak nyilvánvaló, hogy a kezeléseket, meg egyéb dolgokat jelképes összegem. Értem. Mert nem kéne a megélhetésemhez. Hm. Szóval jelképes összegen, ami nem volna megterhelő az iskolával, a tanfolyamokkal, amik vannak nekem ugyanígy, érti. Szóval igen. jelképes összegeket csinálnám, hiszen amit én csinálok, az egy, úgy gondolom, hogy egy küldetés is. Egyben. Hát így van, az érződik és látszódik is. És mert abban cserben hagynám az embereket, hogyha ha nem, de hát sajnos nem nyerek, ugye? De nyernék, akkor is ugyanúgy itt lennék, ugyanúgy viselkednék, semmibe se változnék meg, se emberileg, sehogy se. Igen, az igen, biztos. Szoktam nézni ezt az energiátadást, ami a műsor végén van. Van, amikor nekem még másnap reggelig is hat, tehát aludni nem tudok utána. Persze, mert földoborik tőle, igen. Na, biztos. Lehetséges. Hát nagyon működik ez a dolog, sokan nem tudják elképzelni. Mindig azt hiszik, hogy a tévén keresztül megy, és többször is elmondom, hogy nem a tévén keresztül megy, úgy, mint a rádiótelefon vagy egyéb sugárzás. Ugyanúgy mindenen keresztül, a tévé a műsornak a része nyilvánvaló. És azért megy ez, az emberek azt mondják, hogy létezik, amikor nem is látjuk, ugye? Na most az nem probléma, a rádiótelefon nem látja a sugárzást, vagy a kutya, amikor szimatol, látjuk, igen. amikor oda megy neki, az a szag, nem látjuk. Hát igen, most... meg levegő is van, mégsem látjuk, hanem érezzük. És van. Durva, amit mondok, ha valaki szellent egyet, most elnézést, azt se látjuk, igen. de tudjuk, hogy van. Igen. Az orrunk meg a fülünkkel, ugye? Igen. Más érzésszerünk, most ezt nem izéből mondtam, hogy most, hogy bármi gúnyolódás, csak hogy úgy gondolom, hogy ezzel tudom legjobban elmagyarázni, azért mondtam, uh-huh. tudja, hogy ha valamit nem látunk, attól az még van. Így van. Igen, visszatérve a hőkamerás felmérésekre, én is kaptam egy ilyen levelet, hogy meg vagyok hívva, minden ingyenes, csak menjek el. Mikor mondtam az úrnak, ugye egyeztetni kellett telefonon, hogy ruhában nem is lehet hőkamerás felvételt csinálni, akkor ők meg voltak sértődve, hogy nekik ezt nem mondjam. Pedig ezt mondom, mert egy hiteles embertől származik. De nem mondtam a nevét, nehogy bajba legyen. Tehát a mi igazság az igazság, hadd fájjon nekik. Hát persze, úgyhogy már valószínűleg nincs AMTS engedélyük, tudja. Igen. Semmilyen engedélyük nincs, valószínűleg tartom. Uh-huh. És, de nem is az a cél, ott, hogy valamit meg tudjanak az emberekről, mert mondom, hogy semmit se tudnak meg. Az, hogy megijesszék az embert, hogy valamilyen gépet vegyen. Azt igen. fogják mondani, hogyha nem veszi meg, két hét múlva vége. Igen. Mint egyébként... Most aktívus, csak most vegye meg. Persze, persze. Igen. De nem csak itt van a probléma. Nem egy ember megkeresett engem, hogy betelefonált abba a tévéműsorba, ahol jóslások vannak. Uh-huh. Igen. És azt csinálták, hogy elraktározták azok, akik a jóslást csinálták, a telefonszámát az illetőnek, uh-huh. és SMS-eket küldtek, meg föl is hívták, hogy halálos beteg, azonnal hívják fel. Uh-huh. És odáig fajult, hogy egyik ismerősöm, aki betegem is volt, meg tanítványom is, hogy már a telefonját ki kellett cserélni, képzelje el. Hát ez elég szomorú. Annyit. Hát szóval én nem tudom már, milyen szélámosságok vannak itt, komolyan mondom. Én egyet tudok mondani, hogy a nálunk a rendelőbe minden 100%-osan törvényes és hivatalos. Nem is maradt sok épp ezért. Hát igen, igen. Nem is maradt sok. Eleve 27% áfának kezdődik. Az lejön azt, amit kérek abból az összegből. Eleve. Hol van utána a kollégák fizetése, hol vannak a reklámköltségek, hol van a telefontól kezdve, amit fizetek a
kollégák után, meg magam után, érti? Uh-huh. És mire vége van, nem sírás, mert nyilván ami kell, nagyjából megvan, érti? Hát igen, tudjuk, mi van ebben az országban. De csak azért van meg, mert vannak tanfolyamaim, uh-huh. amit szintén fele marad meg körülbelül, mert ott is mindenkinek számlát adunk, körülbelül fele marad meg az összegből, de nekem ez minden egyes szombat, vasárnap dolgozni kell. Úgy értse meg, hogy egy hónapot nem csak az egész évből. Igen. Minden, amikor nyaralás van, tudja. Igen. Akkor. Hát igen, ma láttam egy tévéműsorban, nem mondom melyik műsorban, hogy 90 milliót nyerhet, csak most hívjon fel, csak önnek. Úgyhogy gyakorlat mosolyogtam rajta, hogy ilyeneknek nem szabad beugrani. Nem, mert most ma már olyan szélámasságok vannak, és csodálkozom, hogy hatóságilag hogy engedheti, például az ANTS-hez hogy engedheti, akkor elmennek egy kis vállalkozóhoz, és ugye a vízcsap nem olyan, mint kellene, másfajta már nem adják meg az engedélyt a vállalkozásnak. Igen, igen. És akkor ilyen dolgok vannak, meg múltkor meséltem arról, hogy egy 18 éves fiatalember a gyömrői strandon belefulladt a vízbe, a fiamnak és ismerőse is volt. Igen, azt szomorúan hallottam. És egyszerűen nem, elsírom magam, hogy nincs egy ANTS, ami olyan előírást csináljon ott, hogy úszómester legyen, és valami bedobható, valami tudja, mint a strandokon, ami van, igen. hogy bele tudjon kapaszkodni. Hát igen, erre nincs neki keszük, de amikor a kutyust kirattam mondjuk 10 percre a partra, akkor már jöttek, hogy ki a kutya, meg miért hagyta itt a kutyát. Tehát ilyenekre odafigyelnek, de arra, hogy emberek halnak meg, mert nem foglalkoznak semmivel, arra nem figyelnek. Az se számít nekik, hogy például Maglódon, ahol lakom, rendesen van patkány, megmondom őszintén, rendesen van patkány, nagyon sok házban nem laknak, és ezért ugye ott nem zavarja semmi se, de a patkány az nem olyan állat, hogy egy helyen marad. Hát igen, szabad. Az önmegy, és mi jó, persze, próbálunk letenni mérget, meg minden, de mégis kevés. Érti, mert nem minden házban van ez megcsinálva, hiába csinálom egyszerűen, és az ANTS semmit nem, és járvány is lehetne ebből, az ég a te egyvilágon semmit nem csinál. Hát ez elég szomorú. Hát meg az is szomorú, hogy itt van a doktor, a csodálatos ember, nagyon nagy tudással, mindenki ismeri, és egyszerűen nem hívják. Igen, ez a maglódi dolog, igen, igen. Ekkora butaságot én még nem hallottam. Hát most ott tartunk itt a maglóddal, hogy ugye sajnos van vérnyomás gyógyszerem, örököltem, ugye, de hát nem is vagyok 2 éves már. Uh-huh. És mindig az anyósom ment el idáig a gyógyszernek a izéért. Igen. És most nem adtak, hogy menjek el vérvételre. Oké, elmentem 2-szer. Egyszer se jutottam be a vérvételnél. A sok idős ember már reggel 5-kor befeküdt az ajtóba, és mivel nekem be kell ugye mennem dolgozni, akár olyan messziről is jönnek, mint maga, Gyuláról, én nem mondhatom azt, aki jön hozzám beteg, hogy elnézést, vérvételen voltam. Ő hát meg igen, utazott, igen. Nem tudom, van, aki még 300-400 kilométerről is eljön. Nem tudtam bejutni a vérvételre, képzelj el, és most nincs vérnyomásgyógyszerem. Hát erre azt kell csinálni, hogy rosszul vagyok, kihívom a mentőt, és akkor bevisznek. De nem azt csinálom. Én nem oda vagyok bejelentve, tudja, Budapestre a rendelőbe. Bemegyek, elkérem szépen a kartonomat, és bejelentkezem volt. Hát nekik ez jó, hát igen. Csinálják. Hát én ezt. Vagy legalább annyit tennének meg, hogy azt mondják, hogy Tihanyi úr, mit tudom, 7-kor behívjuk. Érti, mit mondok? Hogy igen, bármi. Nem. De, akkor meg ott van az egészségnap Maglódon, ugye ott a természetgyógyászok is meg egyéb van, a rengeteg tanítványom is szokott ott lenni. Én nem tarthatok előadást. Én nem. Hát nekem nem szabad. Ez szomorú. Tilos. Nem szabad. Tilos. És ott lakom már nagyon régóta már. Hát ilyen butálkodt az emberek akkor, vagy az ilyenekre nem figyelnek oda. Hát igen, és az is borzasztó, most itt volt ez a gyerek, hogy meghalt, ugye akiről beszéltem, újraélesztették, és hajnalban halt meg, tudja, a szíve nem bírta. Igen. És higgy el nekem, pedig biztos, hogy hallottak róla, mert a fiam meg egyéb által, ha elhívtak volna, oda korázva nem pénzért, hangsúlyozom, nem pénzért, nem kizárt, hogy a gyerek ma is élne. Hát, tudja miért? Biztos. Mert a stressz viszi el ilyenkor a másikat. Tudja, az a hatalmas nagy stressz, amit akkor kapott. Igen. És a szíve nem úgy működik meg mindenet, tudja? A stresszt én simán leveszem, érti, mit mondok? Igen, igen. És nem beszélve, hogy a
az minden szervet be tudok állítani, meg egyéb dolgokat. És persze nem tudok mit csinálni, csak sopánkodok, tudja, hogy olyan szívesen segítenék. Itt van most a birkózó vágott, világbajnokság lesz. Régebben jártam velük. Ha helyrehozom őket, 50%-kal is emelkedhet a teljesítményük. És hangsúlyozom, nem pénzről van szó. Igen. Nem, pedig mindenkit ismerek ott. Ugye voltam, ugye várott birkózó voltam, meg voltam a Fadő Birkózó Szövetségének az elnöke. A Hegedűs Csabától kezdve mindenkit ismerek, meg a Gáspár Tamást. És nem. Nehogy már jól szerepeljenek. Hát igen. Nem. Komolyan, mert azért van ez, hogy azok az emberek, akik a sok idegrendszeri állapotokon átmennek, összeszűkíti a testük az energiafelvevőket, a csakrákat, ugye? Mert mindig mennek a versenyre, az idegeskedéssel jár, tudja, és összeszűkülnek, alulműködik az idegrendszer, és összeszűkíti a csakrákat. És ha a csakrája neki 20-30%-os szinten van, akkor azt jelenti, hogy az energia szintje is 30%-os. Nem 100%-ról indul el. Azt kértem tőlük, hogy könyörgöm, engedjétek meg, hogy bemenjek egyszer, és elmagyarázzam az ott lévő embereknek, az edzőknek, meg mindenkinek, mert lehet, hogyha elmagyarázhatnám, akkor megértenék, és akkor más lenne. Azt se lehet. Nem. Hát ez elég szomorú. Majd rájönnek az emberek, hogy milyen jó ez a dolog. És... Hát sajnos most kifakadtam, elnézést kérek, de mindig segíteni akarok, tudja, és nem engedik, tudja, általában. Nem baj, majd rájönnek ők arra, hogy ez milyen jó. Bízunk ebben. Hát örülök, hogy hívott, köszönöm szépen. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és vigyázzon magára, viszont hallás. Minden jót kívánok. Elnézést, hogy sokáig beszéltem az úrral, de ezek érdekes dolgok, higgyék el nekem, amiről beszéltem. Nagyon fontos és érdekes dolgok. Várom a telefonokat, hívjanak, csupa fül vagyok, csupa szem vagyok. Dobri vacsora, jó estét kívánok, Tihanyi Tamás Gábor vagyok. Én Erika vagyok Pécsről. Na, drágám, megint földim már. Beszéltünk? Igen, igen, nem beszéltünk még. Nem beszéltünk? Nem beszéltünk. Pedig sok pécsivel szoktam beszélni. Tudom. Csak nagyon sokszor néztem már, várom a hétfő estét, és most szeretnék egy állapotfelmérést kérni. Önnek. Merre lakik Pécset? Ne haragudjam. Kertvárosban. A lakótelepi részen, ugye? Igen. Nagyon szép helyen. Nagyon jó helyen, nagyon szeretek itt lakni. Lakik is, volt osztálytársam ott, a Visegrádi Péter, ott lakik, Kertvárosban, meg van rokonom is, ugye apai ágon, aki igen, lakik igen, ott. Igen. De régebben nem ott laktak, hanem van a Kertvárosnak egy része, ami Tolstoy utca, meg minden, ami... Igen, ami a kertes rész. Igen. Kertváros. És az volt edzőm is, ott lakott a Drávai Lajos, ugye hát pécsi vagyok, tudja maga. Igen. És a PVSK-ba kezdtem a birkózást, és utána fiatalon fölkerültem a Vasasba, és itt fejeztem be. Úgy volt, hogy nyár folyamán el tudok menni Pécsre, de nem tudtam végül elmenni, nagyon sajnáltam. Hát sajnálhatja, mert nagyon szépek vagyunk. Úgyhogy most már csak ősszel tudok majd valamikor, hogy anyukámat ott temettem el, hogy nem ott lakott, de ott temettem el, hogy a szüleinek a sírját igen, megvettem, igen. És ott temettem el, és ott van, tudja. Abba a temetőbe. Hát akkor gondolom minden szentekre feltétlen. Hát ő körülbelül akkor, de inkább előtte szoktam egy picivel, mert hogy ne legyen akkora. És mindig akkor bemegyek a temetőbe, mielőtt bemegyek, az összes szellemet elküldöm a temetőből. Mindig azt szoktam csinálni, mert én szürkülettől látom, és igen. Borzasztó rossz azt látni. Amikor ott vannak a szellemek, egyik sírnál van 3-4, utána 4-5-nél nincsen. Megint mindig csoportosan vannak, ez érdekes dolog. Tudja, a szellemek. Igen. És én tudja, hol laktam. Mere? A Nagy Lajos utca volt, de hát az már évek óta nincs meg. A Fényiparinak kettő oldala van. Egyik az Egyetem utca. Igen. És a másik oldala volt a Nagy Lajos utca, ahol volt egy tüzéptelep, és ott az udvarban laktunk bent. És fölöttünk volt a jegesmedve cukrászda. Igen. Alattunk meg volt még egy kalapos, a Szederkényi kalapos. És ott hát volt akkor, olyan... akkor majdnem olyan hasonló felé, mert én meg az Ágoston térnél laktam. Hát jártam oda is elsőbe, abba az iskolába. Én is oda jártam. De csak elsőbb után az Egyetem utcaiba jártam. Uh-huh. Az Ágoston térbe, a bátyám oda járt, akkor nekem is oda kellett menni. Egyébként aki ott volt,
Nem nekem volt tanárom, a bátyámnak, a Daliáné, az a, annak a fia szokott ebben előttem egy-kettővel műsort csinálni. Ugyanúgy Pécsi nyilván ő is, tudja. Igen, igen. És itt szokott, hétfőn az én műsorom előtt kettővel van neki műsora, a Dalia László, és az ő anyukája ott tanította az Ágoston téribe, azt hiszem igazgatóhelyettes is volt, és nekem volt tanárom egy másik iskolába ott. Szerencsére még élnek. Hála jó Istennek. Hála jó Istennek. Van valami panasz a kedves hölgyem? Hát abbammal van, a jobb lábammal vannak gondok, ilyen érszükület, meg térd, hát kopás, meg egyek. Különben hála Istennek. A gerincével nincsen baj? Mert hát fáj. Akkor szokott, hogyha a gerinc nem egyenes, tudja? Igen. Egyik láb feljebb kerül, és akkor a gerinc ferdén indul el. És itt van a baj, hogy a csontkovácsolást kell csinálni. Ugye minden, aki jön hozzá, mindenkit avval kezdem, hogy megcsontkovácsolom, tudja? Utána csinálom az egyéb kezelést. És most, amikor utoljára voltam az orvosnál, annyira meglepődtem, azt mondta, hogy ugye a közepe táján szabályosan be van horpadva a csigolyám a hátamnál. Hát persze, meg elmozdulások miatt, mert el van mozdulva azért, tudja. Értem. És a helyre lehet tenni? Sokat lehet rajta változtatni, nem azt mondom, hogy 20 éves, de sokat lehet változtatni rajta. És az a baj, aztán nem sokat beszélek, mert majd nem fog tudni energiát adni, hogy a legtöbb csontkovás tök durva. Értés, kőkemény fájdalmat okoz az illetőnek, mert megtanulta a technikát, és nem tudnak érzéssel csinálni dolgokat. Ezt érzéssel kell csinálni. Minden embernek másképp, tudja, finoman. És a legtöbb tök durva, szóval egyáltalán nem mindegy, hogy hova megyünk el, tudja. Ezzel hát azt akartam mondani. Mert én úgy gondolom, hogy amennyit használ, annyit árthatnak is, nem? Igen, nem egyszer kellett helyre tennem mások után. Egyébként. Igen. Na, megnézem, hogy szellemes tetszik-e lenni. Igen. Hány darab van egy? Gondoljon a lakására. Ott is van. Átok is van, meg magán is van még átok. Na akkor a központ idegrendszere 10 szokott fáradt lenni? Hát olyan kimerült, mondjuk, igen. Hát ez azt jelenti, ugyanaz, csak más szó. Béka rottyantő alatt van maga. Hát nem mondja. Nem mondom. Központ idegrendszer 10-15. Ez azt jelenti, hogy minden lent van. Ez okozza a fáradtságot, mert a test nem kap energiát, nem tudnak működni a szervek, nincs üzemanyag, érti? Igen. A szíve 10-20-30, a gyomor 10-20, mit a máj 10, hú, nagyon drágám. Vékonybél 10-20, vastag 10-20, hólyag 10, vizelettartási probléma van? Nincsen. Jó magának. Csak viccelek ám. Legalább ez az egy legyen. Minden nagyon lent van, kedves hölgyem, minden. Hát fel a fejjel. Nem mondhatok semmit se, tudja. Igen. Egy reklámot tudom, nem mondhatok tudom, semmiről, úgyhogy nem mondok semmit. Ön biztos érti a beszédeimből, igen, hogy mitől döglik, hogy miből lesz a cserebogár. De mitől döglik a légy, mi? Köszönöm szépen, és minden jót kívánok. Csókolom, és örülök, viszont hogy beszéltem egy földimmel. Puszilom. Én is örülök. Tényleg örülök. Csókolom a kis kezét, minden jót kívánok. Minden jót. Ugye, hamarosan ugye energiát fogok adni, több telefonálót megkérem, hogy ne kapcsoljanak be, energiát fogok adni. Ugye mondtam önöknek, még mondom most is, hogy az nem a televízión keresztül megy, a televízió műsor része. És amikor én energiát adok ki magamból, ugye, az egyszerűen az éteren keresztül, mindenem keresztül megy át. Nem látjuk, de van, aki érzi. Nem vagyunk egyformák, nem mindenki. Nyilván, aki tök ellene van, az már akkor is előfordul, hogy érzi. Ez intelligencia kérdés után, hogy hagyja-e magát. Attól még elengedi-e magát. De van, aki igen, tudja? Én hallották a fiatal embert, hogy még másnap is szokta érezni az energiát, teljesen feldobja a dolog. Higgyék el nekem, hogy megy. Persze önöknek is rá kell segíteni a saját gondolatukkal, hogy ezt beszívják magukba, akarják, hogy kapják. És ha valamit akarunk, azt meg is tudjuk valósítani. Na hát akkor indul a
Limbo Intó, először elmondanám önöknek, hogy a bal kezüket tegyék fel. Tudják, melyik a bal kezük? Általában a jobb kezünkkel iszunk és eszünk, akkor a másik kéz lesz a bal kéz. Ezt viccből mondtam, de hölgyeknél ez nem mindig vicc, tudják. Nem azért, a hölgyek ellen beszéljek, hát a hölgyeket én nagyon szeretem. Csak mondom, hogy ott talán több van ebből a dologból. És elképzelik, hogy a tenyerük olyan, mint a szájuk lenne, elképzelik, mint a szájuk lenne, beszívják az energiát, átvezetik a testükön, mintha egy cső lenne, átvezetik, és a másik kezükön meg kitolják, oda teszik a kezüket, ahova szükséges, ahol van probléma van, de akár a férjének, feleségének másnak is rátehetik a másik testére, sőt, azt is tehetik, aki kicsi spirituálisabb fajta, hogy próbálja például a korona csakráján beszívni, és utána gondolatba elviszi az energiát a testének arra részére, ahol fennforgás van. Fogom adni az energiát mindjárt, és ahogy vége lesz a műsornak, még legalább utána egy 5 percig még menni fog az energia. Figyeljenek magukra, indul a Limbo Intó. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő bizalmukat, tényleg igazából szívből köszönöm. Örülök a telefonoknak, nagyon aranyos emberekkel beszéltem, és jól esett, hogy beszélgethettem velük. Élőadásba ugye megint legközelebb hétfőn találkozunk, és az ismerősöknek mondják, aki nem tudja esetleg fogni, olyan rendszeren vannak, hogy interneten is megnézhetik, azt kell beütni, hogy www.hatoscsatorna.hu, nyilván a tévének a nevét, és ugyanúgy tudják nézni a műsort. Szóval tényleg köszönöm a megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva megint találkozunk élő műsorban. Mindenkinek nyugodalmas éjszakát kívánok!